Régi klasszikusokat is új köntösbe öltöztet a Modern Art Orchestra. Az idén 16 éves együttes a jazz és a kortárs zene magas szintű művelésével vált ismerté itthon és külföldön egyaránt. A tagok olyan ismert és elismert zenészekkel játszottak együtt, mint Ennio Morricone vagy Tom Harrell. Legfőbb céljuk mégis az, hogy széles körben népszerűsítsék ezt a zenei műfajt. A MAO példaértékű tevékenységet folytat, hiszen létezésükkel folyamatosan inspirálják a szerzőket újabb darabok komponálására. A kortárs kifejezés, az próbáljuk meg úgy értelmezni, hogy nem valami elvadult hang, hallgathatatlan vagy értelmezhetetlen dolog, hanem pusztán arról van szó, hogy azok az alkotók, azok a kreatív elmék, akár képzőművészetről, akár zenéről van szó, akik kortársként kerülnek megemlítésre, ők itt élnek közöttünk. A Modern Art Orchestra nem először vendégeskedik Keszthelyen, már tavaly is jártak a városban. Most kifejezetten a saját kérésükre adtak koncertet a Kármelita Bazilikában, hiszen az együttesnek szakrális repertoárja is van. Emellett a zenekarvezető közvetve Keszthelyhez is kötődik, ugyanis a Kis Szent Teréz kórus vezetője Pálné Szerencsik Klára és Pál János tanítványa volt Baján. Középiskolásként már trombitált, és a férjemnél folytatta Pál Jánosnál a tanulmányait, és ő biztatta arra, hogy ez olyan jól megy, és olyan tehetséges, hogy meg kéne próbálni, esetleg nem gondolkodott-e rajta, hogy esetleg ezt a pályát választja élethivatásul, és én, mint szólfés tanár kerültem be a képbe, és a felvételihez próbáltam készíteni fel, ami akkor még nagyon érdekes volt, hiszen jazz zenét nem nagyon tanítottak itthon Magyarországon. A Kármelita Bazilikában Bach és Händel feldolgozást is hallhatott a közönség, de a kortárs zenei művekből is válogattak a zenészek. A MAO a nyári balatoni turnéja keretein belül érkezett Keszthelyre és környékére, ahol több koncertet is adtak.